Mint ismert, ez év januárjától dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem korábbi rektorának mandátumának lejártát követően dr. Pajtukni, dr. Tari Ilona látta el a rektori jogkörben végzendő feladatokat, majd egy másik pályázóval egyetemben megpályázta a posztot. Az egyetem szenátusa és Parkovics László az innovációért és technológiáit felelős miniszter javaslatára Áder János köztársasági elnök, dr. Pajtukni, dr. Tari Ilona egyetemi docens nevezte ki és bízta meg a rektori feladatok ellátásával június 15-től a következő 5 évre. Szerdán a Liceumban mutatkozott be az új vezetés. Dr. Pajtukni, dr. Tari Ilona 30 éve dolgozik az intézményben. Látom tehát az intézménynek az életét, a küldetését, azokat a feladatokat, amelyek ránk várnak most a 21. században. A pályázatom megírásakor egy komplex helyzetelemzést végeztem, amelyben összefoglaltam az egyetem erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Ez alapján stratégiai célkitűzéseket fogalmaztam meg, és ehhez kapcsolódóan, erre alapozva beavatkozási területeket is. Az kevés, ha csak célkitűzést fogalmazunk el, a célok eléréséhez egy komplex feladat sor vezet, amelyeket végre is kell hajtanunk, ezeket beavatkozási területeken képzelem el, ilyen beavatkozási területként definiáltam az oktatás képzésfejlesztést, a kutatásfejlesztést, a HR és bérgazdálkodás, de a pályázati tevékenységet, és még a minőségbiztosítást is többek között. Az erősségeink közül kiemelném a pedagógus képzést, amely teljes portfólióval rendelkezik, de egyébként a képzéseink más területen is elismertek és keresettek, például szőrészet, borászati, informatikai területeken, vagy a művészeink is nagyon keresettek, a művészeti képzéseink, vagy a sporttudományi területen, de még itt is van feladatunk, tehát pedagógus képzés területén is már az országos szerepvállaláson túlmenően nemzetközi szintre is szeretnénk kilépni. De ezen túlmenően a kutatásfejlesztést mindenhol van feladat. A kutatásfejlesztés területén ki kell szolgálnunk a régió igényeit. Jó kapcsolataink vannak a cégekkel, vállalkozásokkal, de az ő piaci igényeiknek megfelelő képzéseket, kutatásokat kell kínálnunk a jövőben. Hogyan képzeli el a következő években, esetleg évtizedben az egyetemet? Hova szeretnének eljutni? Hát a komplex helyzetelemzés és a célkitűzések, valamint a beavatkozási területek és az ott végrehajtott feladatok alapján kirajzolódik az egyetem jövőképe, egy magas minőségi képzést folytató, innovatív szolgáltató egyetemként képzelem el az Eszterházy Károly Egyetemet, amely kiszolgálja a régió igényeit, és nemzetközi szinten is megállja a helyét. A tájékoztatón bemutatta a rektorhelyetteseket, dr. Váci Kálmán Zoltán általános rektorhelyettesként, dr. Cselfor Hajnalka oktatásért és képzésfejlesztését felelős rektorhelyettesként, és dr. Juhász Tibor természettudományi műszaki és informatikai területfejlesztését felelős rektorhelyettesként segíti majd a munkáját a jövőben.